Szokatlanul hosszú sorok vasárnap egy pláza mélygarázsában. Óriási szerencséje volt annak, aki talált parkolóhelyet. És hömpölygő tömeg a bevásárlóközpontban, még a cipőboltban is alig van egy talpalatnyi hely. A KDNP kezdeményezésére a hét utolsó napján már több mint egy éve csak azok a boltok lehetnek nyitva, ahol a tulaj vagy a rokon állapult mögött. A nagy üzletek csak évi 5 vasárnap nyithatnak ki. Ebben a bevásárlóközpontban egy kuponakció miatt választották a mostani vasárnapot. Volt, aki viszont nem is az akcióért jött, hanem csak mert vasárnap van. A legutóbbi közvéleménykutatások szerint az emberek 2/3-ának továbbra sem tetszik, hogy nem vásárolhat vasárnap. Az általunk megkérdezettek azt mondták, ha ebben a kérdésben népszavazás lenne, biztosan elmennének voksolni. Igen, elmennék, és arra szavaznék, hogy legyen nyitva vasárnap a bolt. Nagyon sokan csak hétvégén érnek rá nagy bevásárlást csinálni, ezért gondolom többen elmennek majd szavazni emiatt. Erre számít az MSZP is, miután a kúria hitelesítette Nyakó István népszavazási kezdeményezését a vasárnapi boltzár eltörléséről, a szocialisták arra számítanak, jövő szerdán kezdhetik meg az aláírásgyűjtést. Két másik ügyben, a földeladások megakadályozásáról és a bérplafon visszaállításáról szóló kérdésekben már gyűjtik az aláírásokat. Az MSZP szerint ez a három ügy a Fidesz kormányzás szimbólumává vált, ezért most a kormánypárt retteg az emberek véleményétől. Ha volt ahhoz bátorsága, hogy kopasz verőlegényeket küldjön a népakarat kiteljesedés elé a Nemzeti Választási Irodához, akkor legyen bátorsága ahhoz is, hogy szembenézzen az emberek akaratával. Álljon ki, és ne merjen levonulni a pályáról. Ne merjen megfutamodni a Fidesz. Orbán Viktor pénteken az állami rádióban azt mondta, a kormány hétfőn elemzi a vasárnapi boltzár eredményeit. Erről a Nemzetgazdasági Minisztérium készített jelentést. Egyáltalán mi a valóságos helyzet? Ezzel hétfőn szembe fogunk nézni. Ezt a jelentést nyilvánosságra fogjuk hozni, erről nyilván lesznek majd viták, és majd utána ezeknek a vitáknak a fényében eldöntjük, hogy mi a helyes politikai magatartás. Erre még van időnk. Az MSZP arra számít, hogy a három igenes népszavazási kezdeményezéshez rekordidő alatt gyűlik össze a 200 000 támogatói aláírás.